Egyszer volt, hol nem volt, a messzi Európában, annak is a legközepén, egy szép kis ország, Magyarország. A 15. század elején ez a nem is olyan kicsi ország hatalmas gondokkal küszködött, és tele volt fejetlenséggel. De mint minden szép mesében, mint ez is, jött egy hős, aki megváltoztatta az ország sorsát. Ő volt Matthias Rex. Nézzük hát, hogy is történt a tisztességes hatalomra juttatása. Azt mondja, X-fejbe a tróna leginkább megfelelő személy mellett lévő karikát Matthias Rex, Ferenc Rex és Orbán Rex. Megjegyzés, vegye figyelembe az akasztófákat. Aha, értem. Ez abszurdum! Az utolsó kettőt nem is raktak karikát. Mit akar ez jelenteni? Nem pofázik, X-e. Ha valami ellenvetése van a papírra, beszélj meg a fa elványa a maga mögött. Végeztem. Így is teljesen elásztam. Duna jegén mi? Lárifári, Balog, György voltam. Ahogy akarod. Kise nyitjátok! Ez itt Matthias Rex, az új uralkodó! Most hoztuk vissza Prágából! Inkább ne fogjunk kezet, királyom! Tudja, nagy dolgom volt! Üdvözlöm nálunk, felséges úr! Végtelen a boldogságunk, hogy láthatjuk! Enyém az... Mi ez a szag? Remélem kitakarítják ezt a disznólat! Lári, fári! Méghogy ötcsillagos hotel! Rég a csend lakik csak benne, úgy kell már egy új lakó, mert a régi elhitte, hogy ennél jobb is kapható. Köszönöm mindenkinek a segítséget, aminélkül most nem lehetnék itt. Főképp Szilágyi példátlan eljárással juttatott a hatalomhoz. Miután börtönbe zárattam és megölettem őt, megígérem, hogy egy új, szebb Magyarországot teremtek, ami egy új kezdetet biztosít számunkra. És végül... De nem utolsó sorban, megígérhetem, nem lesz füstadó. Éljen Mátyás! Éljen Mátyás! Hüvá! 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 Jó napot kívánok! Ez itt a Kocsma News, Júliával! Először is kezdjük a gazdasági hírekkel. A mindenható Matthias Rex megszüntetén a kapuadót, létrehozta a füstadót, s ha már van, még megemelte 60%-kal. Több adó nem is át lett nevezve. 30 advámbó koronavám, kamarahasznából pedig a királyi kincstári adó született. Felhívom minden eddigi kivételezett nemes figyelmét, hogy ezentúl mentességük egyes adónemekre nem érvényes. Most kaptunk híreket királyunk legfrissebb hódításairól, ugyanis a futár útközben többször is eltévedt, vagy inkább betévedt egy kocsmába vagy rablótanyában, ahol az idő bizony gyorsan repül. Az utolsó mérkőzés a magyar és a török válogatott között kenyérmező stadionjába történt. Sajnos nem sok szurkoló élte túl a vegyes érzelmű meccset, ezért pontos adatokkal nem szolgálhatunk, de a meccset a magyar válogatott nyerte nagy fölénnyel.
A vereség úgy lesújtotta a törököket, hogy fegyverszünetet kértek 1483-ban, amit az elkövetkezendő évszázadban nem is kívánnak fölbontani. Most pedig következnek a műszaki hírek. Egy új magyar találmány látott napvilágot a Bürei Főkapitányságon. Az új tölténytípus, az úgynevezett guminyíl elég hatásosan alkalmazható a személynöki iroda előtt sorakozó tüntetőkkel szemben. Kapcsoljuk a helyszínről, úgyis késik hangja kabot. Elnézést, de sajnos még nem tudjuk kapcsolni, pedig már 5 perce küldtünk neki egy táviratot. Na mindegy, eddig tudásunk szerint a mondjon le, illetve a mágyás takarodj követelések maradtak. Meg is hívtunk egy tüntetőt, aki csak névtelenül vállalta el a riportot. Először is hadd kérdezzem meg, hogy szólíthatom? Antikordon jó lesz. Rendben. Szóval, kedves Antikordon, pontosan miért is jöttek fel Budára? Tárgyalni. És tárgyalnak? Nem. Rendben. Köszönjük. Hát akkor mára ennyi volt. És ne feledjék, kezüket a szoknya alá, és éljenek a borok. A 15. századi magyar férfi viselet az alulviselt ingből és nadrágból, a felső ruhaként hordott dolmányból és az e fölé öltött mentéből vagy csubából állt. A nadrág általában egyszerű volt, csak színével kelthetett feltűnést. A reneszánszban az élénk színek domináltak, ami nem csak a művészetben, hanem az élet sok más terén is elterjedt volt. Ez alól az öltözködés sem maradhatott ki. A képsorokon látható városi polgár talpig pirosban nem volt a nevetség tárgya, hanem egy előkelően díszelgő mintapolgár. A jobbágyok ezzel ellentétben nem válogathattak. Nagy részük szakadt, megviseletlen ruhákba járt, a cipő viseléséről pedig csak álmodtak. Megismerkedtünk a közemberek viseletével, lássunk egy bátor, nehéz lovas harcost a fekete seregből, de sajnálóan nélkül. Testét egy nehéz, de jól megmunkált lemezpáncél, kesztyű, sisak, csizma és egy combra erősített páncél védte. Felszerelését egy buzogány, tőr, lándzsa vagy ez esetben egy hosszú kard egészítette ki, ami lehetett kétkezes vagy egykezes, mellette egy pajzsal. Az íjászok felszerelése sokkal könnyebb volt, a nehéz páncélok helyett ők láncinget hordtak. Fegyverzetük fő eleme a hosszúi volt, ami nagy távolságból és komoly sérülést okozhatott. Ezen a sebzésen nagyban változtatott a nyílvessző formája és hegyessége is, mivel a különböző páncélok áttöréséhez különböző nyílvessző kellett. Az íj mellett még volt náluk egy tőr vagy rövid kard is közelharc esetére. Habár a rendszeres tisztálkodás még ritka volt a jobbágyi körökben, egyes emberek azért gyakorta kimentek a közeli patakhoz, és egy jót mártóztak a hideg vízben. Sajnos az úszás nem szerepelt az akkoriak hobbiai közt, így némiképp érthető, hogy miért jártak a jobbágyok ritkán tisztálkodni. Hadd meséljek a könyvtárakról. Akkoriban egy könyv hatalmas érték volt, pláne annak, aki még olvasni is tudott. Petrarka szentélyként őriztette a gyűjteményét szolgáival, mivel a könyveit a barátainak tekintette. Ez szerencsére a videóban látható magángyűjtemény gazdájáról nem mondható el, mivel hogy csupán egyetlen őrt kellett kiiktatnunk, hogy felvehessük a videó ezer részét. Jó estét kívánok, Hiller István vagyok. Hát mi lett veled, mióta találkoztunk? Ennyire lepukkantál. Nem, én Hiller István vagyok. Te meg mondjál le!
Szerintem inkább térjünk a lényegre. Mi a véleménye lakosságunk maradásáról? Először is a nép nem szimpatizál azzal a ténnyel, hogy egy évben háromszor is kirolja a rendkívüli hadiadót. Az rendben, hogy Pécset el akarja foglalni, de nem a népet kéne szipolyózni a füst és más adókkal, hanem a nemességet, mivel hogy én már nem tartozom közéjét. Ferenc Rex is egyetértene vele. Maga morális válságba hozza az országot. Csak akkor lesz az ország válságba, hogy ma meghaltam. Az meg engem már nagyon nem fog érdekelni. Levágni! Mátyás gyakran harcolt a törökökkel, sőt még a Habsburgokkal is. Remek példa erre a bécsi ostrom. Senki nem hitte, hogy egyszer magyar kéz alá kerül a hatalmas Bécs vára. Most lássunk egy felvételt a hadvezér katonáihoz intézett szónoklatából. Tudom, hogy több ezer mérföldet tettünk meg. Uralmunk alatt tartjuk Csehország nagyobb részét, beértve Sziléziát. Harcoltunk szívós északiakkal, és kifinomult nyugatiakkal. Egyesek közülük már köztünk állnak. És itt vagyunk. Utunk utolsó állomása. Mi nem bukunk el végül, mi Nagy Sándor. Ha bele is roppanunk, de Bécs miénk lesz. Kardot elő! Ne kíméljük őket! Így kezdte uralkodását értékelő végrendeletét Mátyás király. A tegnap elhunyt uralkodó nem kíván nyilatkozni, viszont megkért minket, hogy utolsó szavait prezentáljuk önöknek. Elfúrtam. Nem kicsit? Nagyon. Nyilvánvalóan német romai császárnak kéne lennem, de nem vagyok. Miksát választották? Lári, fári. Ki ő? Egy senki. Hazudtam reggel, délben, meg este. Európában ilyen böszmeséget még király nem csinált, amit én. Mondták, hogy mondjak le, nem tettem. Azért nem, mert hadak jöttek keletről. Visszaadhattam volna Nándorfehérvárt is, de akkor most hol most ám a pénzt? Úgy tűnik, ma este a pokolba vacsorázom.